Öt fordulón van túl a labdarúgó NB3 nyugati csoportjában az Eto FC Győr. A zöldfehérek három meccset nyertek, kétszer kikaptak. A Kaposvár és az Érd ellen nem sikerült pontot szerezni. Az András Hida Tatabánya, majd legutóbb a Veszprém ellen azonban nyert az Eto. Utóbbi mérkőzésen már a végleges kerettel számolhatott Bekő Balázs vezetőedző, akinek a csapat kialakításával akadtak gondjai a korábbi fordulókban. A nyári igazolások közül többen már távoztak, az utolsó pillanatban érkezők azonban bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a keret, ez most már kész keret, tehát arra predesztinált, hogy ezt a bajnokságot megnyerje. Az Eto 5 forduló után a tabella 6. helyén áll, a szombati ellenfél, a Hévíz jelenleg a 14. A szakmai stáb egyértelműen győzelmet vár a csapattól. Én azt várom, hogy azt, amit most a Veszprém ellen 60 percig csináltunk, az toroljon minél tovább ki, tehát ezt 90 percig is tudni kell játszani, ne lankadjunk, ne álljunk le a biztos dolgok tudatában, és azt várom, hogy igenis itt azért van 16-17 olyan játékos, aki meg tud küzdeni a csapatba kerülésért, hogy legyen olyan harc a kereten belül, amitől csak jobbak lehetünk. A Veszprém elleni 4-1-re megnyert találkozón a friss igazolás, Zamosnyi Balázs első mérkőzésén rögtön duplázott. Örülök, hogy ide kerültem, és egyelőre minden benyomásom pozitív, klubról és a társakról is. Nyilván furcsa egy új csapatnál egy megszokott közegből egy idegen helyre kerülni, de tényleg srácok is rendesek, hogy az stáb is, úgyhogy jól érzem magam. Ugye az első meccsen egyből ugye szerepet kaptam én is, mint több új igazolás. Örülök, hogy itt tudtam két góllal bemutatkozni és a csapatot segíteni, de a lényeg az volt, hogy nyerjünk, ahogy minden meccsen is. Szerintem már most látszott, hogy mire lehetünk képesek, ha összeérik ez a keret. Én nagyon jó véleménnyel vagyok erről az egész társaságról, aki bennünk nagyon sok lehet. Szerintem viszont ugye győzelem volt a lényeg, és remélem, hogy hétről hétre még ennél is jobbak leszünk. A 6. fordulóban szombaton 20 órakor a Hévíz csapatát fogadja az Eto.